Sziasztok fiúk, lányok, köszöntelek benneteket! A mai videó nagy kérdése, hogy milyen lesz első látásra a No Time to Explain Remastered. Azért remastered, mert ha jól tudom, korábban kiadták ezt a játékot, csak valami baj volt a kódolásával, úgyhogy az emberek 80%-ának nem ment, úgyhogy leszették Steamről, és pár héttel később kiadták újra, és ez az a verzió, és ez már működik, ahogy a kiadók fogalmaztak, fölvettek most konkrétan egy hozzáértő programozót, aki lefejlesztette a játékot újra nekik, úgyhogy ennyit a háttértörténetről, amit tudok róla, és hát ez valami ügyességi platformjátékszerűségnek ígérkezik. Na, kezdjünk hozzá! Most látom először a játékot, úgyhogy gőzöm sincs, hogy mi fog következni. Aha. I am you from the future. There's no time to explain. Follow me to... Oh, Christ! Aha. Hát ez... Oké, tehát VASD-vel megyünk jobbra-balra, V-vel ugrunk, és a Space-el így csinálunk. Hoppá! Ez az egérgomb volt. Júj! Tehát, mi az? Mi a retek volt ez? Na várjunk csak. Aha. Oké. Bár tudnám, mi történik itt. Ez valami időutazós dolog lesz. Aha. I can see my bones! Why? Oh. Oké. Na. Nem tudom, hogy működik ez az egész. De próbálok rájönni. Tehát, hogyha ezzel a vacakkal ki tudjuk magunkat lőni. Az eddig világos. Oké. Jó. És tudunk ezzel még feljebb menni? Aj, de furi még az irányítás. Bocsi, hogy így bénázok, de hát ez van. Gáz neki. Oké. Csak menni fog ez. Jó, benne vagyunk a portálban, és most megint visszautazunk egyet az időben. Mi ez, Dagobert bácsi páncértelme? Aha. Jó. Ja, hogy oda nem kéne leesni. Miért jó ez, hogy ott pénzt gyűjtünk? Jézusom. Mr. Furby csinálta a zenét. Hopp, oda nem kell leesni. Oda megint nem kell leesni. Oké, na még egyszer. Na, meg lesz ez. Na, most már ne akadjunk fenn ezen a jégcsapon ennyiszer. Na, itt most okosan. Na. Jó, ahogy nézem, így a földetérésünk játszik kulcsfontosságú szerepet így a mentésnél. Hú, de ha már most ennyit halok, mi lesz később? Mi ez? Boss harc. Hé, elloptak minket így a jövőbe. Most mi ez? Tiszta Metal Slug. No time to explain. Oké. Okay. Jó, abban nem kellett volna belemenni. Na, még egyszer visszajöhetünk ide. Hoppá! Kezd destabilizálódni az űrhajó. Jó, a rakétákat elimináljuk. Jó, azokat a hajtóműveket most már le kéne lőni. Oké. Okay. Hoppá, hoppá, hoppá. Ott van még egy szemgolyó is a tetején. Jó, teljes pusztulás, jó, talán kimenekítjük magunkat. A rák emberek ellopták a jövőbeli énünket. De mi a különbség abban, hogyha a jobb meg a bal gombot toljuk? Hoppá! Itt a rák. A gonosz rák. Aha. Gyeretek, gonosz rák! Jó, kezdek rájönni az irányítás lényegére. Talán. Oké, lerobbant a páncélja. Ó, ez egy robotrák. Jaj, elkapott a rák. Na, még egy életünk van. Most megdög lesz.
És ott vagyunk mi. Na most mi van? Hát ez nem túlságosan jó nekünk, hogy így meghaltunk rögtön a játék elején. Legalábbis a jövőbeli énünk meghalt. Nem csak mit csinál? Aha, jó. Na most mi van? Okay. I am you from the future. No time to Ajjaj. Oké, köszi, tehát most már magunkat is így becsaljuk a csapdába. Ez itt micsoda? Ez nem tudom mi. Lehet, hogy ez valami pályaválasztó? Úgy tűnik. Na nézzük. Itt volnánk. Mi a... Úristen. Egy mutáns óriás cápa egy elragadott minket. Ez egyre betegebb. Jövök! Na jó, most már itt vágnunk is kell magunknak utat. Jó, ez így nem jött be. Ez nagyon beteg ez a játék. Nem tudom, hogy mi támadott az, aki ezt megcsinálta, de... Ajajaj, a cápa itt leírt minket. Megugorjunk be a portálba. Atya, úristen, mi folyik itt gyöngyösen? Hát ez nem jött be. Kevés volt a nafta a pisztolyba. Hopp, hát ez nem jó. Ez hogy működik? Úristen. Jó, ez se jött be. Még nem igazán értem ennek az egésznek a működését. Puff. Azt hinné az ember, hogyha felugrunk, akkor így meghajtjuk magunkat, de nem. Ráadásul ez elporlasztja ezt a talajt. Valami bónuszt, nagyon bónusztot felszedtünk. Új sapka! Egy elbetűs sapka. Na még egyszer. És milyen szövegeket mondod, anya, hogy 2 percet töltöttem avval, hogy belőjem reggel a sérómat. Hát ez nem jön be. Mármint, hogy... Ez egy vadonatúj póló volt. Na nézzük csak. Aha, ezzel kilőjük magunkat. Ne, már majdnem meg volt. Ez nem jó. Na, most már tényleg ráérzek a lényegére. Várjatok. Jó. Hát kellett egy pár próba, de csak meg lett. Most mi vagyunk a hősök. Jaj, ez egy ilyen Half-Life-szerűség akar lenni. Aztja, mindegy. Oké, hát itt most becsapódtunk. Majdnem meglett. Keresztül tudunk itt menni, vajon? Nem. Nem. Egy kicsit gyors. Akkor is megcsináljuk azt a nem jó.
Azt. Hát még jó, hogy végtelen életünk van. Na de... Oké, értem én, de... Jó, hát ez nem az én műfajom, őszintén szóval. Hű, siker. Jó, csak itt ne essek most le. Miféle szörnyetek ez a szanyja? Ó, hát ez nem jött be. Jó, csak magam alól ki ne vágjam a talajt. Ezzel az ultramodern, hiper-szuper heggesztő pisztolya. Na jó, hát ott tartottunk, hogy... Hoppá! Ne! Pedig már olyan jó közel jártunk! Ez nem jött be. Azt, honnan szedik ezt a beteg dumát? Jó, ez se jött be. Akkor most ott leadtásunk le. Jó. Ez az... Ne! Oh. Na jó, az a cápa most már tényleg ölje meg azt a gyökeret. Már kezdtem unni a dumáját. Na jó. Felbírunk ugrani vajon? Nem. Erről ki tudunk lőni? Hát majdnem. És hogyha ezt itt kilőjük, az talán segít valamit. Nagyon jó. Már majdnem fönn vagyok. Erről van szó. Hú, hát ez nehéz szülés volt. Úristen, és ez csak egy... Mi a... Mi a tököm van itt? Oké. Új játékmechanika. Oszta. Oké. És így kilő minket a fenébe. Jó, a röppáját be kell állítani. Jó, nagyon jó. Rendben, benne vagyunk az örvényben. Jó, majdnem jó. Oké, meg lesz ez. Azt mondja, au. Oszta! Hát... Ez nem sokon múlott. Oké. Majdnem jó. Jó, ott fenn volnánk. Hű, ez se sokon múlott. Csórikám. Na jó, akkor még egy jól irányzott lövés ott a teleport kapuba. Azt mondja, sajnálom, hogy lekalózkodtam a Rollercoaster Tycoon. Oké, fejjel a tüskéknek. Puty. Jó, ez nem talált.
Hú, az anyja. Au. Jó, ez se talált. Ez viszont betalált. Közben a háttérben elég beteg zene szól, de olyan jó ilyen kis 8 bites, ilyen kicsit retro. De jó. Opa, ez nem jött be. Opa. Jó, hát itt van bőven reflex. De ki kell tapasztalni a pályákat. Hát ez egy kicsit olyan ügyességi, kicsit olyan puzzle platform-szerű. Opa, ott is van valami. Titkos dolog. Találtunk egy új sapkát. Hova kerültem? Júj! Hát... azért ez a fegyver bezúg mindent. Jó, a lényeg az, hogy nem szabad föllőjem magamat, meg nem a tüskékbe találom magam könnyedén. Oké. Okay. Még jó, hogy bukós is akkor ez az ügyén. De ezek is mi vagyunk ám, csak... tűnik, hogy van a jövőből. Na de most... gyerekek. Na jó, most kilőjük oda magunkat, nagyon jó. Ez már kevésbé volt jó. És ott volt lenne a portál. Ez nagyon valószínűtlen. Oké. Okay. Én most csak szivat. Ne, hogy már. Ó, majdnem jó. Egy kicsit még felfele az ívet. Aha. Jó, egy picit lejjebb. Még egy hangya kukinyit. Nem, ez túl sok hangya kuki volt. Nagyon jó. Most már jöhetne az a boss. Na, ez a vizes pálya. És láthatóan mi jól bírjuk a vizet. És egy ilyen lónyerítés. Új kerti törpe sapka. A legepikebb fegyver, amit valaha is láttam. Hoppá. Lőjük magunkat, hát ez nem jött össze. Ez sem. Ezt hogy oldjuk meg? Á, megvan ez, megvan ez. Na, és most? Júj! Gyorsan, föl. Maxi, ha Max meghajtál, gyerünk, mindjárt. Az az jó. Igazándiból kezdem élvezni a játékot, de még úgy nem kapott el a hív, de érzem már az életérzést, amit sugalni akar. Hoppá. Jó. Oh, fejjel a tüskékbe. Jó, majdnem jó. Elég hosszú ez a pálya. Na jó, még egyszer utoljára. Hű, ez itt nagyon nehéz rész. Nem lehet hibázni. Kivétel ott középen. Na, gyerünk! Mi van, csak egy egér gombot nyomok? Ó, de itt... gyorsnak kell lenni. És a reflexnek is jónak kell lenni. Plusz gyors helyzetfelismerőkészség. Ezeknek én tökéletesen a hiányában vagyok, úgyhogy...
Nem is értem, hogy ezzel a játékkal miért próbálkozom egyáltalán. Jó, jó, jó lesz ez, jó, érjünk talajt. Hú, köszönöm. Na. Valahogy oda föl lehetne pedig menni, de nem érdekel. Ott le. Ez nem volt jó ötlet. Na, a legkönnyebb utat választottuk. Hopp, ez nem jött össze. Jó, össz, most talán meg lesz. Még egy picit. Gyerünk, Max. Hát ez nem megy nekem. Na. Na még egyszer. Na mindjárt meg lesz, mindjárt. Ott is van egy kalap. Azt hogy szeded össze? Jó, gyerünk, még egy kicsit, még egy kis gáz neki. Aha, szóval itt a portál, jól van. Na jól van. Ezzel is megvolnánk. És ha jól sejtem, itt jön a fő ellenfél. Na, ezt még legyakjuk. Hoppá! Jézus! Ez kemény. Ja, hogy leesni sem szabad, oké. Na, azt hiszem itt halok meg. Hát ez itt majd már nagyon nagy precíziós manővert kíván. Na újra. Ja, hogy ez 3 élet, de azért előről kezdem. Ja, és ott oldalt is tüskék. Oké, értem. Jó, hát talán így a csónakon maradok. Bomba! Na jó van már! Na gyere te cápa! Ja, hogy ez így fellök totál. Na, hol jönnek a buborékok? Jaj, már megint a buborék. Na, hol jön az a cápa? Ne! Bombát dob rám a cápa. Sok értelme nincs ennek a játéknak, de így kezdem élvezni már ilyen perverz módon. Hoppá! Nem talált! És a tüskék nyírnak ki. Jön a bomba, oké. Na, honnan jön föl? Jó, csak rá kell jönni a dolog nyitjára. Jó, a farkát kell lőni annak a dögnek. Jó, emelkedjünk föl, jön a bomba. Na, itt a piros, hol a piros cápa? Jó, csak lelövöm most már. Na, megdöglött? Na most mi történik? Most be fog keményíteni? Shark Topus! Azt a mi a tököm ez? Nem mondod, most innen előről kell kezdeni? A Shark Topus! Jó, ez jó volt. Innen. Na, hol jön föl? Ne, a bomba! Na még egyszer. Jó, itt jön föl. Ó, most meg eltalált a cápa. És talán... Jó, jön a Shark Topus. Na nézzük.
Közben a kutyák is drukkolnak a háttérben. Gyere, sárktopusz! Duplán kapott... Na, mi? A... Ja, hogy ez itt is tolja nekünk. Ne! Ott most oldalt. Na jó van, fiúk, lányok, hát akkor ez volt a No Time to Explain így első látásra. Elég beteg játék, de megvan a maga humora, és hát aki kihívásra vágyik így ügyességi játék szinten, azoknak tudom ajánlani, tényleg nem egy drága darab. Link a Steam leírásban, én pedig akkor ezzel búcsúzom, ez a cápa, ez szerintem kifogott rajtam, legalábbis a következő 4-5 órában szerintem itt próbálgathatnám, mire sikerülne ezt így kinyifantani. Köszönöm szépen a figyelmet! Nincs időm elmagyarázni jobban ezt a játékot. Sziasztok! Jön a bomba!